Hogy vagy? Isten ilyen, köszi. És te? Kösz jól. Jó. Tony, itthon van? Nem, nincs itt. Ó. Hát... meleg van, nem? Igen, nagyon. Jaj, Rachel. Miért nem kötünk végre békét? Végül is, ami történt, megtörtént. Különben is, ha kettőnk között rossz a viszony, az kizárólag Tony hibája. Nem lehetnénk barátok? Én nem hiszem, hogy mi barátok lehetnénk. Lehet, hogy félsz tőlem? Nem, egyáltalán nem félek tőled. Csak nem akarok a barátod lenni. És nem hinném, hogy te nagyon szeretnéd. De hát miért gondolod így? Nyugodtan bevallhatod, Myra, mi ki nem állhatjuk egymást. Ugyan már, Rachel. Csak azért hiszed, mert különböző társadalmi helyzetben vagyunk, de ez nem számít. Én elfogadom, nekem nem számít, és szívesen megosztom az időmet olyas valakivel, mint te. De én nem akarok megosztani semmit olyas valakivel, mint te. Ó, egy valamit már megosztottunk. Ugye nem arra gondolsz, hogy Tonyt? Hát egyértelmű, hogy nem Max-re gondolok. Mondd, Myra, te úgy képzeled, hogy csak úgy belibegsz ide, és engem bosszantasz? Nem hagyom magam. Jaj, Rachel, nyugodj már meg. Senki sem fog ítélkezni fölötted, nem olyan nagy, hogy az egész, itt mindenki félrelép. Camille, Clark, Tony, te is nyugodtan megteheted, csak tudod, mi volt a baj? Rosszul tetted, hogy éppen a kedves Max-et választottad, ha bármilyen más pasas tettél volna fel. Tony észre sem venni. Hogy mondtad ilyeneket? Milyeneket? Rachel, drágám, ideje felnőnöd végre, tudod? Ugyanis modern időket élünk, és a hűség már nem tartozik ebbe bele. Na jó, az persze igaz, hogy van, aki nyíltan csinálja, van, aki mélyen titkolja, de például gondolod, hogy Tony mindig hűséges volt hozzám, amíg együtt jártunk? Persze én nem is vártam el soha, különösen Tonytól nem. Hogy mondhatsz ilyet? Hát úgy, hogy Tony... egyszerre tűz és víz. Vagyis az egyik pillanatban teljesen beléd van csavarodva, a következőben nem is érdekled. De ha nekem nem hiszel, kérdezd meg őt. Csak nyugodtan mondjuk, amikor enyelektek. Akkor talán elhiszed. Sziasztok! Szia, Tony! Hogy vagy, Myra? Én jól, és te? Dolgoztál, mint mindig? Tudod... nem sokáig voltam bent, mert egyfolytában ide-haza járt az eszem. Ó, hát ezen nem csodálkozom. Elintézted, hogy egy ilyen csinos nő izgatottan várja a hazatérted? Valóban vár. Na jó, már megyek. Meglátogatom Camille-t is. Oké. Okay. Vajon itt a nagy szerelem közben jut időd régi barátokra is? Vagy nem? Néha. Vigyázz magadra. Szia, Rachel. Szia. Szia. Miért engedted, hogy megcsókoljon? Azért, mert ő olyan, amilyen. Tőle ez nem jelent sem. Tényleg? És az hogy tetszene, ha én csókolnék meg egy másik férfit? Igazad van, nem tetszene. Akkor te miért csináltad? Mire volt jó ez az egész? Talán valami mácsa dolog? Miért nem tudsz nemet mondani egyetlen nőnek sem, aki a nyakadba akaszkodik? Sajnálom. Apa, ki bánt? Mi történt? Tony. Ne. Majd elmondom. Várj, elmondom, mi történt. Figyelj, ma reggel beszállt egy taxiba, elment vele jó messzire, majd rájött, hogy nincs nála pénz. Felhívott engem, én meg értelentem. Ennyi. Igen, pontosan így történt. És sajnálom. Elnézést, Tony, Rachel, tényleg sajnálom. Elnézést, uram, telefonja van. Köszönöm. Már is megyek, James. Később beszélünk. Miért kellett hazudnod? Adj csak! Max azért mondta ezt, mert félt, hogy Tony megtudja, mi történt, és dühös lesz. Így van, nagyon dühös lenne. De nem fog megtudni semmit, elintézem a rendőrségen. Inkább adj hálát az égnek.
hogy nem voltak ott riporterek. Tudod, Max nagyon rendes velem. Tényleg? Igen. Én nem bízom benne. Én igen. Én voltam az egyetlen, akiért letették az óvadékot. Nem is értem, hogy kerülhettél ilyen helyzetbe. Mi csak elmentünk egy kicsit szórakozni, az is baj. De kiraboltak. Kértük Maxet, hogy hozza ki a barátomat és a sitről, de már nem tudta elintézni. Úgyhogy még mindig bent van, és ott van az a... Ott van az a mi? Az a lány. Várjunk csak, milyen lány? Az a lány, aki megpróbált nekünk segíteni, mert hogy őt is letartóztatták. Drágám, drágám, kérd meg Tonyt, hogy adjon egy de kis pénzt, és akkor őt lehet. Is... Drágám, most megyek, és megpróbálom összeszedni. Menj csak, és pihenj le. Mi történt vele? Hallottad? Igen, de úgy néz ki, mint akit agyonvertek. Miért Max ment érte? Miért nem a kocsit küldte, hogy hozza haza? Nem tudom. Most meg mi bajod van? Semmi. De jó, hogy már itthon vagy. Láttam az apját. Max mit mondott? Mindent elintézett? Nagyon sok riporter volt ott? Nem. Riporterek? Miről beszéltek? Nem tudod? Honnan tudnám? Mondd, mi történt? Apát letartóztatták az éjjel. Bent töltötte az egész éjszakát. De miért? Mit csinált? Elment egy bárba. De azt nem tudom, hogy ott mi történt. Max, szerintem te tudod. Igen, én pontosan tudom. Elment egy nightclubba, már ha annak lehet hívni. Berúgott, verekedett. Aztán bevitték. De Rachel, miért nem mondtad el nekem azonnal? Én el akartam mondani, Tony, de... De mit de? Ezek előálltak a taxi sztorival, és én nem... Hagyd, elég. Biztos, hogy nem voltak riporterek? Amíg én ott voltam, nem. Honnan tudták egyáltalán, hogy kicsoda? Biztosan ő mondta meg, de mivel nem hitték, így felhívtak engem, hogy ellenőrizzék. Miféle történetet találtál ki Tonynak? Azt mondtam, hogy Peter felhívott a városból, hogy hozzam haza. Miért nem mondtad meg az igazat? Tudod milyen? Én csak jót akartam. Igen, úgyhogy megint hazudnom kellett. Csak ennyit elég tőled. Meg sem köszöni, hogy segítettél az apjának? Nem számít. Nem is tudom, miért csináltad. Hazugságokat mondott rólad. Anya, csöppet sem számít. Mióta élsz Acapulcóban? Már jó néhány éve. Szeretsz Tagdélétnek dolgozni? Ez is csak munka. Te mit csináltál San Franciscóban? Mindenfélét. Igen? Igen. Például? Eladtam. Modell